Na, sziasztok srácok, itt vagyok egy újabb videóban, és minden, ahogy látjátok, a mai videó egy különleges videó lesz, mert egy érdekes kamerabeállítást használok, és ez azért van, mert Rubik kockázni fogunk, és a Rubik kockán van a hangsúly, és nem az arcomat kell megnézni, tudom, szomorúak vagytok, hogy a gyönyörű arcomat nem láthatjátok, én is szomorú lennék, de ki kell bírni. Viszont a régi videóban látszik, illetve a mikrofon is kicsit máshol van, hogy elférjen, tehát a hangminőség sem biztos olyan lesz, mint ahogy megszokott. Szerintem így is jó hangminőség, de meglátjuk, hogy milyen lesz majd a videó közben. Tehát ezt a Rubik kockát fogom kirakni, mint látjátok be van keverve, de úgy fogom kirakni, hogy közben nyomunk majd egy mérkőzést. Szerintem szólót fogunk játszani, méghozzá azért, mert nagyon kijöttem a Rubik kockázásból. Egész nyáron egyszer sem volt a kezemben Rubik kocka, tehát meglátjuk, hogy hogyan fogom tudni ezt kirakni, és hogy hányszor tudom kirakni egy szóló mérkőzés alatt. Lehet, hogy egyszer sem, mert hát, na, meghalok az első pillanatban. Igaziból ez a mai videó lényege, hogy meg fogom próbálni kirakni a Rubik kockát, miközben meg fogom próbálni megnyerni egy Brawl Stars mérkőzést. Vágjunk is bele, én azt mondom, itt az ideje, állítsuk be gyorsba szólóra, jó, tökéletes. El is indítom a mérkőzést, ugye mindig a Rubik kockát versenyen is van időn megnézni, és csak utána kell elkezdeni rakni. Gyorsba én meg is nézem ezt a érdekes kis keverést. És biztos, hogy lassan fogom kirakni, szóval ebben nincs kétségem, hogy lassú leszek, mivel 1000 éve nem kockáztam, de meglátjuk, hogy sikerülni fog-e egyáltalán vagy sem. A kereszt az egész jónak mondható, én úgy látom személy szerint, de aztán lehet, hogy elrontom és még rosszabb lesz, mint ahogy most van jelen pillanatban. Na vágjunk is bele, 1, 2, 3. Gyorsban megcsinálom addig a fehér keresztet, jó, fehér kereszt kész. Amíg talál meccset, addig kell itt. Jó, hol vagy? Itt vagy. Mondjuk pont nem figyeltem arra, hogy már egy... Nem ide, de rossz. De elszoktam, semmit nem bírok csinálni. Oké, kicsit leraktam a kockát. Itt van egy power cube, itt én azt mondom, hogy lehet, hogy be kéne gyűjteni, mert egy power cube azért nem ártana. Legalább egy legyen. A pályán sok bokor van, tehát mindenféleképpen egy előnyös pálya nekünk, mert a bokorokat, amíg kiszedem, azt a bokorban sok tudok kempelni, és addig gyorsan ki tudom tenni a kockát. Nézzük, hogy hol tartottam. Ha jól látom, még egy. És akkor nehéz mindig visszarálódni, ugye, a kirakásból. De elvileg ez sikerült is. Viszont valamit elrontottam. Nem jó, majdnem jó, nem előről kell kezdenem, de elrontottuk. Megoldottam a problémát. Készen is vagyunk lassacskán. Egy algoritmus, amit tuti elrontok. Kész. Egyszer kész, keverjük is be gyorsan. Gyorsan bekeverem, egyszer már ki is raktuk a kockát, meglátjuk hányszor tudom kirakni szóló mérkőzés alatt. Láttam már jobb keverést is, de ez van most. Ebből oldjuk meg a létező legjobbat. Ez is jó. Ne! Hogy vagy? Nem jó, gyere ki. Nem, és elkezdtem másra figyelni. Mert tök jól belerendültem a kockázásba, csak hát... Hát cserébe meghaltunk, pedig hát amúgy egy egész jó kis keverés volt. Ugye mivel nem is volt időm megkeverni a kockát, mert ugye azon nem húztam az időt, de nyilván meg volt keverve a kocka. Csak hát... Emiatt is volt talán szerencsésebb a keverés, de mindegy, akkor bekeverem újra. És akkor majd meglátjuk, hogyan fog itt alakulgatni a dolog. Indítsuk már is a következő mérkőzést. Most első mérkőzés alatt egyszer sikerült kirakni. Meglátjuk a következő alatt hányszor sikerül kirakni, ha egyáltalán sikerülni fog. És a következő keverés mindenféleképpen egy nagyon-nagyon jó keverést mondhatom. Mert mint látjátok, itt van két ugyanolyan színű, amivel elég komoly előnybe tudom magamat juttatni, és szerintem ez egy jó kirakás lesz, de meglátjuk, hogy mit tudok összehozni, amint rányomok, el is kezdem rakni. Sőt, ezt így, és kéne nekem egy zöld, itt egy sárga, ott a párja, de akkor ezt jó, így le is döntöm. Nem, meg nem ölsz. Tudtam, hogy rám jössz. Ne, nagyon jó keverés, nem akarok meghalni. Man, légy a power cube-ot. A Manu-nak a bajszát már komolyan. Igen, rohadt jó rakás lett volna.
Sajnálom, mert ez tényleg jó volt, tök jól láttam már, nem mindegy, keverjük be újra, meglátjuk. Hát a bó nem lett volna ilyen ganyi, akkor most rakhattunk volna egy jót. Ez már kevésbé jó keverés, de ez sem egy nagyon rossz keverés, de ez sem mondanám egy túl fényes keverésnek. Mert előző a szélen nagyon jó keverés volt, ez nem annyira jó keverés. Na, de akkor nézzük a következőt, hogy fog alakulni. Na, rá is nyomtam a play-re, és akkor, hogy van ez? Ide kéne rakni. Hogy vagy, fiam? Ez easy kézbe kell kihozni. Van egy power keyboard, én azt mondom, hogy szedjünk össze. Mielőtt rám jön a kedves bó, és komolyan mondom, az a bó. Érdekes volt Penike, ahogy megálltál egy pillanatra. Jó, egy power cube-unk van. Én azt mondom, hogy hát... Ne igazából, én ezt felszedem. Aha, tímelnek, de jó. Jó, mindegy, még tímelek, én addig ezt begyűjtöm. Jó, oké, és azt mondom, hogy nekem ez a pozi egyenlőre jó lesz, ahogy be tudom fejezni talán egyszer a kockát, de hol tartottam. Jó, már látom is, itt egy easy case. Illetve van még itt egy párunk, amit már is beraktam, utána jöhet egy gyors OLL. Majd még egy OLL, mert nyilván nem tudom a teljes Friedlich metódust már, pedig amúgy tudtam, csak elfelejtettem. Most nem kéne meghalni a viharba, egy. Jó, egyszer kész a kocka, csak gyorsan megmutatom. Amúgy nyilván nem látok semmit, ahogy csinálom, de ügyes vagy, Nandi. Jó, a Primo amúgy kapja szépen. No, itt megállunk, ezért gyorsan bekeverjük a kockát. Tűnés. Az a baj, hogy még egyszer ki kéne rakni a kockát, ahhoz, hogy igazán jók legyünk. Á, Primo meg... Gyere! Azt a power cube-ot te nem kapod meg. Akkor folytatom a keverést. Így 30 FPS, az nem gondolom, hogy túl sok keverés közben sem. Hát meg van keverve, mint ahogy látjátok. Teljesen. Na akkor nézzük, hogyan fog alakulni továbbiabban ez a videó. Egyelőre nem mondom, hogy túl sikeresek vagyunk, de nézzük, hogy most mit sikerült keverni. Na, ez a keverés, és ez nagyon jó keverés, srácok. Ez egy tényleg jó keverés. Ezzel meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Én rá is. Jó, egy mentés van. Ó, hogy van? Viszont itt elvesztem egy picit. Áááá! El vagyok tévedve teljesen. Hol is vagyok? Jó, most nem gyűjtök power cube-ot. Úgy látom, hogy... Teljesen elfogtam a Rubik kocka műfajától, de... Majd... Aha. Megint a bó! Nem hiszem el, nem. Hagysz békén, te Mortis! Ó, milyen szendvics. Talán kijövök. Lehet kijövök, srác. Oké, itt megállok. A bó még jön hát. Ezek a bók ma nem. Rohadt sasok, komolyan. Oké, hol tartok? Közben. Nem látom át egyáltalán. Jó, megvan közben. Hol vagyok? Amúgy nem a saját kockámmal kockázok, hanem egy okos kockát használok. A saját fő kockámat ne se találtam. Olyan rég kockáztam, hogy... Mit kaptál, fiam? Egy hit. Nice. Feri meghaladott volna, hogyha időben észreveszem. Na mindegy. Közben egyszer mindjárt meg lesz a kocka. Nem emlékszek erre a keverésre. Na mindegy. Csináljuk ezt. Nem emlékszem már az algoritmusra sem, mindegy, említettem. Nagyon sok mindent már elfelejtettem, sajnálatos módon. De azért szép lassan, magabiztosan kirakjuk. Jó, keverjünk gyorsan még egyet. Na már csak hárman élnek. I'm dead. Hát ez szomorú mindenféleképpen. Lehetett volna sokkal jobb is. Na, azt mondom, hogy még egyet nyomassunk egy próbás, srác. Még egyet, utolsó esélyt, én azt mondom, hogy adjunk a
sztorinak, addig... Addig nem tudom, hogy mit kéne, nem tudom. Hogyan és mit lehetne ezt a challenge-et megcsinálni, mert egyelőre most nem állunk túl fényesen. Tehát ez az eddigi legrosszabb keverés, ami volt. Rá is jövök a play-re, és elkezdem már is. De pakol, nem, ezt nem így kellett volna. Sajj! Debuta vagy, Dandy, debuta. Basszus. Jó, amúgy, én most azt mondom, hogy mivel nagyon durván nem látom át a keverés, pedig amúgy tök jó keverés lehet. Ó, és a kockát nézem. És amúgy majdnem meghalt a teram. Viszont mivel ez a videó így... hát nem vagyok vele túl elégedett, mivel brutálisan rosszul ment így a kockázás, ennyihez szólva. De sajnos ugye ez van. Ugye beszélni és kockázni alapból nem a két legegyszerűbb dolog így egyszerre. Főleg úgy, hogy az ember kihagyott egy több hónapos kihagyása volt a kockázás terén. Így azért lássuk be, hogy annyira nem egyszerű. Nem mondom, hogy a videóból a maximumot hoztam ki. Sokkal jobb is lehettem volna, és bevallom őszintén kifejezetten nem vagyok ezzel így elégedett. De most ez jött sajnos össze. Ezt adta a gép. Na és nem is emlékszek, ez milyen algoritmus. Wow. Esküszöm, nem emlékszek rá. Ilyen nem is létezik. Jól van ez a kocka? És nem tudom kirakni, teljesen elfelejtettem. Mondom, hogy nem bírom kirakni. Hát igen, 25 másodperc volt az átlagom régen kockázás terén, de hát mondjuk azt, hogy visszafejlődtem egy kicsit. A rekordom Rubik kockával 15 másodperc, de visszafejlődtem. 4 hónapos kihagyás után első kockázás, nem saját kockával. Szerintem még ehhez képest is nagyon rosszakat raktam, de ha tetszett, iratkozz fel, dobj egy lájkot, én Nándorján voltam, köszönöm a figyelmet, örülök, ha velem voltál, legyen nagyon szép napod, szevasz!